A BMW-ket mindenki másnak hallhatja el. Hat beszélgetés, hat karrier. Ez a Kikaftan. Dibus Sarolta sok tekintetben különleges vendég a számomra. Szívén viseli a mérnöki pályára lépő lányok és nők helyzetét, valamint bátorítja is őket. Nem is csoda, hiszen a BME-n nőként elsőként kapta meg a köztársasági aranygyűrűt, ezzel is példát állítva a jövő generáció számára. A diplomája megszerzése óta számos szakmai sikert ért el. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is köszönöm, és szeretettel köszöntök minden nézőt. A Fazekas Mihály Gimnázium matematika tagozatán tanult, mielőtt egyetemre érkezett. Ezek után mennyire volt egyértelmű az, hogy a VIK-re és a BME-re fog jönni? Nagyon egyértelmű volt. Kicsi családi hagyomány is, mind a két szülőm, édesanyám és édesapám is a villamosmérnöki karon végeztek, de hát a Fazekas matek tagozat után, ahol heti, nem tudom, 15 órában matematikát tanultunk, és állandóan matematika versenyekre jártunk, és oldottunk rengeteg matematika példát, de nem a egyszerűbb egyenleteket, hanem ezeket a komoly logikai példákat. Szóval ezek után tényleg egyértelmű volt, hogy műszaki pályára kell mennem, és ráadásul élveztem is ezt az egész milliót, ezt a matematikai világot, úgyhogy ugyanakkor matematikus nem akartam lenni. Ez is fölmerült persze, hiszen azt láttam, hogy az osztálytársaim között, amikor érettségiztünk, többen nyertek a matematikai, nemzetközi matematikai diákolimpián. Tehát én ahhoz képest azért ott nem tartottam, de ez a mérnökség, ez nekem nagyon-nagyon jól bejött, tényleg nagyon szeretem. Ha jól tudom, akkor az első vagy a második fél év után át is jelentkezett egy másik képzési formára, erről mit kell tudni? Igen, akkor még volt a Műszaki Egyetem villamosmérnöki karán egy úgynevezett B-oktatási forma, ami 4 éves képzés volt, az alatt, a 4 év alatt kaptuk meg a teljes 5 éves képzést. Kicsit kevesebb gyakorlati tárgy volt. Én először nem gondoltam, hogy én 4 év alatt leszeretném tudni az egyetemet, de az első fél év meggyőzött arról, hogy kicsit más közegbe kerültem a normál tankörömben, mint amilyen a Fazekas matek tagozatának osztálya volt, tehát nem volt annyira fontos a tanulás. Tehát úgy döntöttem, hogy akkor jelentkezem, és hát 4,5-ös átlag fölött kellett lenni az első vizsgaidőszakban, de hát ez nem volt probléma, és nem bántam meg. Kicsit talán furcsa, ez a 4 év, ezt nem ismerik így nagyon a Európában vagy a világban, talán ezért is fejezte be aztán az egyetem ezt a képzést, de én nagyon élveztem, nagyon jó volt a tankörünk, ez a válogatott társaság nagyon inspiráló volt, a tanárok is. Azt éreztük, hogy mindent át akarnak nekünk adni, amit tudnak, és hát mi megittuk, mint a szivacs. Amikor ön elkezdte a pályáját, egy egészen más technológia volt, és azóta rengeteget fejlődött ez a szakma és ez a szakterület, akkor ön hogyan látta a pályáját, hogyan képzelte el? Nem volt nekem meglepő az, hogy itt állandóan tanulni kell. Tehát ezt már a szüleim is mondták, pár év alatt tulajdonképpen ez a pálya, ez a technológiai tudást meg kell újítani, és ez azóta is igaz. Tehát ez a lifelong learning, ez a mi szakmánkban nagyon-nagyon fontos, és nagyon igaz, de ez érdekes is, és szerintem nem csak azért, mert ez egy gyorsan fejlődő pálya, de ezt mindenkinek ajánlom, hogy élete végéig igyekezzen tanulni, mert ez annyira inspiráló, és annyira sok érdekes dologról lehet, érdekes dologgal lehet megismerkedni, és hát nyilván nekem fontos szakmailag is, hogy kövessem a műszaki trendeket, de ez manapság annyira sok érdekes dolgot rejt magában, hogy ezt mindenkinek csak ajánlani tudom. Nyilván a szakma is magával hozza ezt az életen át tartó tanulást, de hogy ez valamennyire benne volt a levegőben végig, vagy az ön tanárai milyen szemléletet próbáltak itt átadni? De szerintem igen, ezt ők is mondták, és hát egyszerűen éreztük is,
hogy bizonyos dolgokat tanulunk, amit már nem éreztünk, már akkor sem annyira fontosnak, nem sok ilyen volt, de volt, és hát aztán persze soha nem is volt rá szükségem. Viszont amikor végeztem, akkor mutatták meg, hogy de érdekes, ez úgy hívják, hogy CD, és ez milyen jó zenét tud lejátszani. Hol van ma már a CD? Úgyhogy hiába ilyen ez a szakma. Ahogy a felvezetőben is említettem, ön a BMI-n nőként először kapta meg a köztársasági aranygyűrűt. Ezt itt most el is hozta nekünk megmutatni. Erről mit kell tudni, ki érdemelheti ki ezt a elismerést? Köztársasági aranygyűrűt az kaphat, aki a középiskolai tanulmányai során folyamatosan minden évvégi jegyet, tehát ami a bizonyítványba kerül, az ötös. Az egyetemen az összes jegye ötös, tehát minden, ami az indexbe kerül. És csinál egy doktorit, ugye manapság már PhD-t csinálunk, és ott is a szakmai tárgyak vizsgája ötös kell, hogy legyen, és summa cum laude kell, hogy legyen maga a doktori védés. Én egyébként annak idején még csináltam egy egyetemi doktorit, aztán egy kandidátusit, tehát akkor még volt ez a rendszer, de hát ez ma már így nincs, hanem a PhD van. Igen, én voltam az első nő. Egyébként ketten kaptuk akkor egyszerre, 7.-8.-ként, ha jól emlékszem, tehát azért nem olyan gyakran sikerül ezt így elérni, de nagyon örültem, és nagyon büszke voltam rá, hogy sikerült. Mit gondol, hogy hogyan tudja segíteni az ipar, a szakma, az egyetemi oktatást, ezt hogyan lehet összhangba hozni? Nagyon jól, és nagyon fontos is, hogy ez megtörténjen. Persze az egyetemi oktatók is igyekeznek lépést tartani a szakma fejlődésével, de ez az állandó kapcsolat, ez egy nagyon-nagyon win-win szituáció. Tehát az iparnak is nagyon jó, hogyha a friss, brilliáns elmék, a diákok, a doktoranduszok, hogy úgy mondjam, hozzájárulnak valahol az ő eredményeikhez, illetve fordítva hozunk az iparból, azért valami így, mert hogy én utána nagyon sokat az iparban dolgoztam most is, olyan konkrét feladatokat, olyan problémákat, amiket meg kell oldani, amik tényleges problémák, tényleges feladatok, tényleges témák, amin érdemes dolgozni. És ez a kapcsolat, ez egy nagyon jó kapcsolat, és mindenkiből a legjobbat tudja kihozni. Azt olvastam valahol, hogy amit ma megszerzünk tudást, az 5 év múlva már teljesen elavult lesz. És ez az ön szakmája területén, ez még inkább igaz, úgy gondolom. Igen. Ön mit gondol erről, hogy lehet lépést tartani ezzel a gyorsasággal? Hát az állandó tanulással, egyébként visszacsatolva erre az egyetem ipar együttműködése, ebben is segít. Az ipar ugye halad, mert muszáj. És akkor jönnek ezek az új témák, jönnek, és az oktatóknak, akik egyébként ugye sokszor foglalkoznak kutatásokkal is, találkoznak ezekkel a feladatokkal, és utána beviszik az oktatásba, és beviszik az új témák oktatását. Tehát ezért is ez egy ilyen teljesen természetes folyamattá tud válni, hogyha ez egy jól működő szimbiózis, és szerintem, aki ugye már végzett az egyetemen, akkor is állandóan muszáj tanulnunk. Nyilván mindenhez nem lehet érteni. Azt szokták mondani, hogy manapság az a jó szakember, aki úgynevezett T-tudással rendelkezik. Tehát valamihez mélyen jól ért, és van egy jó áttekintése legalább a környező tématerületekről, hiszen akinek nincs egy kitekintése, nagyon szűk a szakmai tudása, az se jó, hiszen az új ötletek, az új gondolatok nagyon sokszor abból jönnek, hogy ja, itt ezt ide be lehet csatolni, vagy valami más ad egy kicsit új ötletet. Tehát ezek így jól tudnak együtt működni. Mennyire tudja a fiatalokat, a fiatal kollégákat motiválni ön a munkahelyén? Nem is biztos, hogy kell őket motiválni egyébként, mert nagyon motivált fiatal kollégáim vannak, de nyilván valahol az, hogyha látják egy valakiről, aki már sok-sok éve ott dolgozik, és még mindig lelkes, még mindig talál érdekes feladatokat, ez biztos, hogy motiváló. Meg néha persze nekünk sem mindig olyan motiváló a feladatunk, amikor fáradtan küzdünk egy olyan szoftver problémával, amit sürgősen meg kell oldani, de még nem jöttünk rá, hogy mi a probléma. De amikor meg rájöttünk, akkor örülünk neki, akkor próbálunk tanulni belőle, mit lehet javítani. Ez a folyamatos tanulás ilyen értelemben is igaz, nem csak a technológia követése, hanem hogy mindig tanuljunk abból,
nem csak a hibákból, de egyáltalán a tapasztalatainkból, amit észrevettünk, ezen reflektálni, ezen gondolkodni, ezt megbeszélni, hiszen mindenki mást lát. Ma már az informatikában nem lehet egyedül semmilyen eredményt elérni, itt csak a csapatmunka számít, és az, hogy egymás ötleteire építünk, vagy egymás tapasztalataiból tanulunk. Mit tanácsol azoknak, akik pályakezdőként kerülnek be egy multihoz, vagy egy ilyen nagy vállalathoz? Hozzák a lelkesedésüket, a friss tudásukat, hiszen friss technológiai tudással jönnek ki az egyetemről, legyenek nyitottak, mert ezt a bizonyos T-típusú tudást, ezt azért el kell érni, ugye annyira nem tudják mélyen azt a szakmát, ahova mondjuk, ami nálunk kell, de ebben legyenek nyitottak, tanuljanak, merjenek kérdezni. Először is segíti a tanulás, másodszor, aki új szemmel megjelenik egy területen, akkor a kérdései nagyon jó ötleteket hozhatnak be, amire nagyon jól lehet építeni. Tehát higgyék el, hogy ők viszonylag az első naptól fogva hozzá tudnak már adni ezzel, tehát legyenek bátrak, nyitottak, de én ahogy elnézem, most ugye már jön az Y-generáció, valahogy ebben a generációban ez meg is van, tehát nem félénkek, bátran, hogy mondjam, elmondják a véleményüket, és ez jó, ez szerintem további fejlődéshez vezet majd. Már beszéltünk arról, hogy nagyon kevés lány van ebben a szakmában. Ön szerint mi az, ami itt egy ilyen visszatartó erő lehet, hiszen mondjuk más mérnöki szakmákban, például a vegyészmérnököknél vagy az építészeknél sokkal több lány van, vagy lehet azt mondani, hogy akár női többség. Tipikusan él ez az elképzelés, hogy egy informatikus az ilyen kocka, aki állandóan ül a számítógép előtt, és ráadásul 10 éves kora óta programoz, és ez biztos igaz, nagyon sok fiúra főleg. Ez biztos igaz, és ők nagyon, nagyon sikeresek a szakmánkban, hiszen ebben a szakmában a programozás nagyon fontos, de nem csak erről szól, nagyon sok mindenről, és szerintem a lányoknak, sőt, ha most így mondom, például később az anyáknak olyan képességei vannak, olyan képességei fejlődnek ki a szervezőkészség, az időbeosztás, a koncentráció, amik szintén nagyon fontosak. Természetesen nem kérdőjelezem meg, hogy van szakmai tudásuk is, mert az is van. De nem kell feltétlenül attól félni, hogy akkor egész nap egy laptop előtt fogok ülni és kódolni, hanem tervezhetek rendszereket, ahol igazániból csak úgy használjuk a számítógépet, mint bárki más, tehát ugye leírni, megtervezni, rajzolni. Vagy pedig nagyon fontos például a kommunikáció, ahogy mondtam, csapatmunka. Csapat csak úgy működik, ha nagyon jól kommunikálunk, és sokszor a lányoknak erre jó a képessége. Nagyon sok kimutatás van arról, hogy egyszerűen másképp működnek azok a csapatok, akár fejlesztő csapat, akár vezető csapat, ahol nők vannak. Hatékonyabbak, ugye diverzitás, tehát ilyen szempontból is, egyszerűen más a légkör, más gondolatokat tudunk behozni. Úgyhogy szerintem nagyon is van helye a lányoknak és a nőknek. Én soha nem éreztem azt, hogy engem kinéztek, vagy lenéztek volna a férfi kollégáim. Sőt, azt látom, hogy örülnek, ha jön egy lány. Na, hogy örülnek. Hát hiszen 90%-a, több mint 90%-a a kollégáimnak férfi. Megjelenik egy csinos lány, akár nem is annyira csinos, de akkor is lány, és más a mindjárt minden, más a hozzáállás. Tehát szerintem jönni kell ebbe a szakmába. Érdemes egy kicsit többet foglalkozni matematikával, fizikával. A másik még, ami szerintem nagyon fontos, hogy szerencsére a mi szakmánkban nagyon jó a munkaerőpiac. Tehát nagyon könnyű munkát találni. És hát azért valljuk be, hogy azért azt úgy tapasztalják a fiatal anyák, amikor próbálnak visszatérni a gyerekek születése után valahány évvel a munkába, hogy nem mindenhol várják őket tárt karokkal. Miután nálunk tényleg minden szakembernek örülünk, könnyű visszatérni a munkába. Azt nem mondom, hogy könnyű beosztani, hogy utána anyának lenni, meg dolgozni, de ez minden szakmában így van, és ma már azért úgy vettem észre, hogy az apák is jobban kiveszik a részüket, és ez nagyon helyes, hogy ez így egy közös vállalkozás, és akkor talán ezt is könnyebb megoldani. Nem csak mint női munkaerő, de ön mint női vezető is helyt állt a szakmájában. Ez mennyire volt kihívás, vagy milyen
milyen trükköket kellett úgymond alkalmazni. Ez viszont tényleg tudott kihívás lenni. Több nemzetközi vezetői csapatban voltam. Egyébként egyszer voltam egy olyanban, ahol szintén volt diverzitás problémánk, de azért, mert több nő volt, mint férfi. Én egyébként ott éreztem a legjobban magam, nem biztos, hogy csak ezért. Ez egy nagyon-nagyon jó csapat volt, és de valószínűleg ez is hozzájátszott, hogy, vagy belejátszott, hogy, hogy egyszerűen tényleg nem dominált semmi olyan ilyen rankorság, vagy ilyen jellegű. Meg akartuk oldani a problémákat, dobáltuk az ötleteket. És a férfi kollégák is nagyon-nagyon jól érezték magukat. Viszont voltam olyan csapatban is, ahol nagyon sok, körülbelül egykorú, körülbelül egy nemzetiségű férfi volt. És oda bizony nagyon nehéz volt beépülni. Talán sose tudtam igazán beépülni, úgy éreztem. Aztán volt olyan csapat, ahol szintén egyedül voltam akkor elég fiatal nőként, és azt mondták, hogy ők annyira örülnek, hogy én most egy más szemléletet hozok be, és emiatt tényleg éreztem azt, hogy odafigyelnek rám. Én például néha megszólalok, viszonylag, tehát nem nagyon sokat beszélek egy értekezletem. Volt olyan, hogy megszólaltam, és vagy azért, mert halk voltam, vagy egyszerűen más a hangszínem, észre se vették. Na, abban a csapatban, amint megszólaltam, mindig azt éreztem, hogy akkor igyekeznek elhallgatni, hogy hallgassanak már meg engem is, adjanak szót. És ez nem mindig van így. Tehát én azt hiszem, hogy ez tényleg tud kihívás lenni, de nem nagyon nagy kihívás. Nekünk nőknek el kell fogadni azt, hogy igen, mi is hozzá tudunk járulni. Szerintem sok nőben jobban működik az, hogy nem bízik annyira magában, vagy fél attól, hogy amit mond, az nem teljesen jó. Sok férfi kollégám egyszerűen bátrabb ilyen szempontból. De ezt egyszerűen ezen érdemes így tudatosítani. Én legalábbis ezt próbáltam. És azért hozzá kell tenni, hogy sokszor a vezetőim segítettek ebben, hogy mondjad, bátran mondjad. Érdemes odafigyelni arra, amit mondasz, hogy én mindig odafigyelek, ha megszólalsz, nem sokat beszélsz, de bátran, többet is. Tehát szerintem ez is fontos, hogy az, aki vezetője egy olyan csapatnak, ahol ugye a mi szakmánkban kevés, de legalább van nő, akkor segítse, hogy ez működjön, és tényleg ne csak úgy a sarokban üljön a hölgy. Én úgy érzem, így főleg utólag visszanézve, én az a fajta vezető vagyok, aki nem megmondja a tutit, hanem igyekszik megérteni a helyzetet, igyekszik bátorítani, kihozni a többiekből azt, hogy ők járuljanak hozzá, hiszen ők látják a problémákat közelebbről, ők tudják jobban a megoldásokat, fogadjuk el azt, vagy pedig próbáltam, és hát most is próbálok úgy dolgozni, hogy összehozni a különböző nézőpontokat, valami fajta struktúrát tenni, hogy hogyan tovább, hogy oldjuk ezt meg, ki mit fog csinálni, figyelni arra, vezetőnek nagyon jól kell tudni hallgatni. Majdnem jobban kell tudni hallgatni, mint beszélni. Megérteni azt, hogy mit akar mondani a másik, hogy zajlik a kommunikáció, mire van szükség még ahhoz, hogy ez jól működjön. És én ezeket igyekeztem megvalósítani, eleinte talán ösztönösen is, aztán természetesen, mint vezető, én is mindenféle vezetői képzésekre mentem, és szerencsére azt kell, hogy mondjam, hogy a mai modern vezetés ebbe az irányba halad, különösen az informatikába, tehát az agilis módszertanok, ugye, ezek mind-mind arra épülnek, hogy közösen együtt oldjuk meg, és nem is annyira, a vezető az egy támogató vezető, nem egy megmondó vezető. Ma már nem kellenek karizmatikus vezetők, olyan vezetők kellenek, akik értik a helyzetet, ezért is fontos, hogy azért szakmailag képzettek legyenek, és támogassák a többieket és a csapatot abba, hogy előre tudjon haladni. És megmutassák, még ez a másik nagyon fontos, megmutassák azt a célt, és azt, hogy miért érdemes ezen a feladaton ezzel a feladattal foglalkozni, ezt a problémát megoldani, hiszen pontosan attól lesz utána nagyobb lelkesedés és nagyobb erő a megoldáson. Sok nőt esetleg megrémít az, hogy amit már ön is mondott, hogy hogyan lehet ezt a családot, a gyereknevelést összeegyeztetni. De esetleg még az is egy visszatartó erő lehet, hogy
a sok információ az így elsuhan mellettünk, amíg mondjuk a gyerekneveléssel foglalkozunk, vagy hogy ez a néhány év kiesés, ez hogyan pótolható, hogyha esetleg addig nem figyeltük annyira az aktualitásokat. Ezen hogy lehet túllendülni? Ez egy teljesen jogos helyzet. Így anyaként felnőtt gyermekekkel azt tudom üzenni a mai fiatal hölgyeknek, hogy nem szabad kihagyni a gyermekvállalást és a családot. Nincs az a szakmai karrier, ami ezt, hogy mondjam, ellensúlyozni tudná, ha ez kimaradt. Tehát erre igen, időt kell szánni, igen, energiát kell szánni. Igen, elmegy mellettünk a szakma, hogyha egy-két-három gyerek születik, hiszen azokra kicsikre figyelni kell, nem csak hogy kell, egyszerűen nem lehet nem figyelni rájuk. Tehát nincs idő emellett komolyabban, hogy mondjam, a szakmával foglalkozni. Én mondjuk egy kicsit dolgoztam még a doktorimon, mikor kicsi volt a fiam, de tényleg csak ilyen lopott időkben, meg a szüleim egy picit próbálták a gyerekeket addig elvinni, tehát ez nem volt jelentős. Ezt csak azt akartam ebben mondani, hogy lehet ilyen kisebb trükköket bevetni, meg nyilván a nagyszülők is szívesen segítenek, de ne hagyjuk ki azokat az éveket, ez a gyerekeknek is fontos, meg nekünk is fontos. És persze pár év múlva, amikor már egy kicsit nagyobbak a gyerekek, akkor visszakerülünk a munkába, és akkor majd fölvesszük komolyabban a fonalat, és akkor majd beletanulunk az éppen akkor fontos dolgokba. És én szerintem mindenki segít egy frissen visszatérő anyukának abban, hogy fölvegye a fonalat, a láncemet, hogy beletanuljon. Tehát nem olyan nagy probléma ez a kiesés, mint amennyire fontos egyéb szempontból. És ahogy már mondtam, a kismamák, tehát a kisgyerekes anyukák hihetetlenül tudnak szervezni, és ez nyilván a munkájukban is megjelenik. És ez egy plusz, ez egy előnyük. És hihetetlenül tudnak koncentrálni. Tehát most dolgoztam, most megyek a gyerekért az oviba, és akkor átállok. És ez jó, és ez fontos, és ezt higgyék el, hogy ez elég. Úgyhogy én nekem is állandóan volt egy lelkiismeret fordulásom, amikor a munkában voltam, hogy nem a gyerekekkel vagyok, amikor a gyerekekkel foglalkoztam, hogy nem az éppen aktuális, legfontosabb feladatomon dolgozom. Talán ezt most már így utólag azt mondanám, hogy nem volt ez olyan fontos. Tudatosítsuk magunkba, hogy igen, van a munka, és az munka, tehát, hogy nem kell, hogy az egész életünket betöltse, és van a család, ami nagyon fontos, és még egy icipici időt magukra is hagyjanak, mert fontos az egészség, mert fontos a pihenés, mert fontos a társ, a pár, a házastárs, tehát igen, ezeket így ügyesen el kell osztani, és valószínűleg mindenre lehet elég időt hagyni. Esetleg felmerült ez valaha, hogy az egyetemen marad, mint oktató? Sokáig dolgoztam, tartottam néhány órát doktorandusz képzésben. És természetesen ez nagyon jó volt, mert nagyon oda kellett figyelni és követni a szakmát, legalábbis azon a szűk területen. Ugyanakkor be kell, hogy valljam, hogy mint vezető annyira sok egyéb dologra is figyelni kell, hogy tudomásul kell venni, hogy nem lehet azért szakmailag annyira élben maradni. És igen, fölmerült, sokáig mondom, mai napig megvan a kapcsolatom az egyetemmel, mert a cégünknek egy nagyon komoly szakmai együttműködése van az egyetem, főleg a témit tanszékkel, és nagyon sok doktorandusz dolgozik nálunk ott közös témákon. Ennek az irányításában sokáig benne is voltam. Most már inkább csak így kívülről beszélgetünk a tanszékvezető úrral, hogy én mit látok, trendeket az egyetemen, mit történnek, ötletelünk, megosztjuk a tapasztalatokat, hogy lehetne még tovább egyengetni ezt az együttműködést. Nem tudom, hogy mennyire fog még esetleg az egyetem visszajönni. Most úgy gondolom, hogy azért én alapvetően az Ericssonban vagyok, és ott tevékenykedem. Mit tanácsolna azoknak a diákoknak, akik elkezdeni az egyetemet, most fognak a VIK-re jönni, vagy akik már elkezdték a tanulmányaikat, de esetleg mondjuk bizonytalanok? Azt, hogy tartsanak ki, és csinálják végig. És
lehet, hogy néha becsúszan egy-egy kettes is, most én ezt nagyon nagy tragédiának éltem volna akkor meg, de ez nem jelent semmit a későbbi szakmai fejlődésük szempontjából. De azért jó az, hogyha az emberek van egy diplomája, az mindenképp azt mutatja, hogy igen, meg tudott oldani komoly feladatokat, és ezt mutassák meg. És aztán ezen, és nem kell annak a világot megváltani, és a legcsodálatosabb eredménynek lenni, csak legyen egy valami, amit ők már letettek az asztalra, és utána elkezdenek dolgozni, és majd meglátják, hogy ott akkor milyen jellegű kihívások lesznek. Nagyon sokszor van az, hogy aki nehezen bukdácsol az egyetemen, megtalál egy nagyon jó, nagyon, számára nagyon érdekes feladatot a munkájában, és utána szárnyal. Azért az a tapasztalatunk, hogy akik nagyon jók az egyetemen, azok nagyon jók a munkában is. Tehát valószínűleg ugyanazok a képességek kellenek. Koncentrálni tudok, tanulni akarok, oda teszem magam, és átgondolom, hogy mit csinálok. És szerintem még ez egy nagyon fontos dolog, ami nekem is így később alakult ki, hogy érdemes időt szánni arra, hogy átgondoljam, hogy milyen problémáim vannak, meg egyáltalán mi az, amivel dolgozom, mire kell fókuszálni. Könnyen elviszik az egyszerű dolgok az időt, és a lényeg, a fókusz az esetleg elcsúszik, vagy már nem jut arra idő, ami a legfontosabb, és ez valószínűleg a tanulásra épp úgy igaz, mint később a munkára. Tehát ezzel érdemes foglalkozni, meg egyáltalán hagyni néha az agyunkat pihenni. És ez nem biztos, hogy a legnagyobb buli megsörözés, az a pihenés, hanem tényleges pihenés, mert hát hiszen az agyunk is, annak is végesek az erőforrásai, tehát, és hát kell ahhoz nyilván, hogy tanulni tudjunk, hogy vizsgára föl tudjunk készülni. Tehát igen, tehát egy jó balanszot tartani ezekben a dolgokban, és végigcsinálni. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm.